Kovács László. Boldog karácsonyi ünnepeket! December 21-e van. A Jingle Bells karácsonyi dal szól a régi hangszallagról. És én, mint a pásztorok, akik a nyájukat őrizték az éjszakában, egyszerű gondolatokkal feldíszítem lelkem istállóféle barlangjának bejáratát, hogy mire a Názáretből elinduló betlehemi kis Jézus a lelkem jászlában megszületik. Én póljában takarhassam őt az egyszerű gondolatokkal. És gyermeki hittel megköszönjem Isten szeretetének ajándékát, hogy fia emberi testet öltött, és egy lett közülünk. Így 2018 éve él a reményünk. Az angyal szavára felfigyelhetünk, amíg átlépünk az ünnepi ragyogásba, ahol a fagyöngy alatt én újra megcsókollak, ahol néha azt is kitalálom, mit akarsz mondani ilyenkor karácsony előtt. Amikor minden apróságnak örülünk, a szeretetre újjászületünk, érzelmeink szobájának kályhájába jól betüzelünk, a tűzhely köré ülünk, amelyek meleg fénye kiuglik, megsimogatja arcunkat. És gyengéd cirógatással karácsonyi díszbe öltözteti pillantásunkat. Olyan szertartás ez, amely belefér a karácsonyi gondolatkörbe, amelynek aztán a frissen sült beigli illata az ünnep ízét kóstolásra bírja. A gyerekeket az asztal köré hívja, ahol örülnek minden apróságnak, ahol a szeretet titokzatos megszületésében szememből az örömkönnyeket kicsalja. Közben a zsebórámra nézek, mert szeretném, ha örökre ezek az egyszerű és apró dolgok közzé lennénk bezárva. Hogy minden másodpercben, órában és percben boldog karácsonyi ünnepeket kívánhassak mindenkinek. Narrátor Kovács Antal.